A legnagyobb szeretettel köszöntök mindenkit, én Farkas Lajos vagyok, és ma egy különleges estét tartunk dr. Gelléri Juliannával, szinte napra, pontosan egy éve, 2022. július 15-én egy péntek este Pécsett egy élő előadás keretében beszéltünk először a 4Life termékek egészségőrző hatásáról. Akkor Júlia doktornő vállalta fel a szerepet, hogy első magyar orvos előadóként a magyar fogyasztói közösség felé vállalja a tevékenységet, ennek a bevezetését, amelynek célja egyértelműen egy közösen vállalt vezetésünk, segítség a 4Life termékekkel. Kinek tudunk támogatást adni? Bárkinek, aki azt szeretné választani, hogy az egészségét, az immunrendszer állapotát a saját kezébe venné, nyugodtan jelentsük ki, sosem volt aktuálisabb az immunrendszer támogatása, mint ma napjainkban, a pandémiás helyzet után, ebben a mindenki által ismert, eléggé terhet időszakban. Én most szeretném megkérni dr. Gelléri Juliannát, hogy a mai estére készült prezentációjával ismertesse és adja át mindazt, amit a fogyasztóink számára ma ajándékként szántál. Köszönjük, köszönjük, köszönjük! Szeretettel köszöntök mindenkit, és hát azért egy év alatt sokkal-sokkal többet tudunk, és egyáltalán nem bántam meg, hogy én akkor úgy éreztem, hogy nagyon fontos a 4Life cég a krónikus betegségek esetén, hiszen én leginkább ilyen emberekkel foglalkozom, de minden esetre, mivel az immunrendszer cége, ezért nagyon-nagyon sok segítséget tudunk nyújtani, ráadásul majd fogom mutatni azt a diát is, ami az egyik kedvenc diám lett akkor és azóta is, és hát egyáltalán milyen élethelyzetekben csökken az immunrendszer működése. Hát ugye a stresszes élethelyzetekben, a nem megfelelő táplálkozásnál, mozgáshiánynál, aztán vannak családi munkahelyi konfliktusok, hát azt hiszem sokakat érint, mérgezések, balesetek, műtétek, fertőzések, és a bélflórának az elégtelen működése is nagyon sok krónikus betegséget tud okozni. Mit tud okozni? Ugye van nekünk egy bélagytengelyünk, és hát ebben nagyon fontos szerepe van a bélflóra összetételének, mert hogy olyan problémák tudnak előkerülni, mint az allergia, a hangulati, az érzelmi problémák, az édességek nagyon nagy kívánása, ha visszalépnénk, igen, elhízás, a cukorbetegség, a kognitív folyamatok, tehát hogy nem megfelelő a tanulási, illetve a fölfogási folyamat, de ide kapcsolódik a szerotonin, dopamin termelés is, amik ugye ingerület átvitő anyagok, valamint a migrén, a szklerózis multiplex, az autizmus, a Parkinson-kor, tehát ezek mind nagyon fontosak a bélagytengely szempontjából, és hát nem utolsó sorban a stressz, a depresszió, a szorongás, kapcsolódik a bélagytengelyhez, a kibillent működéshez. Ugye mit kell ezért tenni, és mit tudunk tenni, és akkor most mindjárt meg fogjuk látni, hogy mi mindent tudunk tenni. Én itt csak felvillantok egy pár dolgot a 4Life termékek közül, hogy mit tudunk tenni a bélrendszerért. Ugye a bifidobaktériumokat, laktobacillusokat és oligoszaharidokat tartalmazó étrend kiegészítő, majd még fogok róla egy pár szót szólni. Ezen kívül van még, ha lépünk, egy olyan fantasztikus termék, ami a máj méregtelenítését szolgálja, csupa olyan gyógynövény található benne, ami erről szól, és akkor van még egy olyan rostanyag, amit pedig többször egy évben 10-10 napig alkalmazunk, és akkor ez is a bélrendszer helyreállítását fogja segíteni. És akkor most nézzünk egy picit rá az immunrendszerre, ami megvédi a szervezetünket a külső ártalmaktól, a betolakodóktól, támogatja a sejteket, méregtelenítési folyamatokban vesz részt, semlegesíti az oxidatív folyamatok során keletkező szabad gyököket, amik ugye ennek következtében folyamatosan előtérbe kerül az öregedési folyamat, a sejtkárosodás, és hát egyéb kóros állapotokhoz is vezethet, és ezen kívül az immunrendszer vesz részt a sejtek megújításában és kiavításában is. Ugye itt láthatjuk az immunrendszernek a különböző sejtjeit, és hát ezeket a sejteket tudja a megfelelő sorrendben a transferfaktor
sorba állítani, tehát hogy mindig annak a működése fog elindulni, amelyikre szükség van. Tehát ez a transferfaktor, ez egy hihetetlen, fantasztikus katalizátor, de nem mindent egyszerre indít be, hanem mindig azt indítja be, amire éppen szükség van. Tehát ez tényleg a természet csodája, és én ezt akkor is így láttam, és most is így látom. Hogy honnan ered ennek a kutatása, bizony elég régre nyúlik vissza, 1949-ben dr. Sherwood Lawrence volt, aki megtalálta azt, hogy a fehér vérsejtekből kivonva olyan összetevőket tudunk találni, amiből az egyik kliensről a másikra lehet átvinni az immunitást. Na most azért a vérsejtekből átvinni ez egy elég veszélyes dolog, és akkor volt ott egy kis szünet is, mert ugye közben előjöttek az antibiotikumok, viszont dr. Padok és dr. Wilson a kutatásaik során azt találták, hogy ez az átvivő anyag, ez nem fajspecifikus, és kivonható bármiből szinte, hát legegyszerűbb a tehén kolosztrumából, és a csirke tojás sárgájából kivonni. Nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy nincs benne sem tej, sem tojás, még mielőtt valaki nagyon megijedne, hogy itt mit is kell neki bevennie. Ugye a kolosztrum az egyébként az előtej, és hát minden újszülöttnek a tápláléka, aki egyébként az első héten egyáltalán az anyukával kapcsolódni tud, mert ugye most is volt olyan kliensem, aki bizony az anyukájától csak a 6. napon tudott bármit is kapni, úgyhogy az már semmiképpen nem jutott hozzá, de fantasztikus ez a szabadalom, és majd mindjárt meglátjuk, hogy ki volt az, aki ezt a fantasztikus dolgot tudta az emberek számára elérhetővé tenni, de először elmondanám, hogy miért csak a transferfaktor, és miért nem a kolosztrum. Hát azért, mert a kolosztrumban nagyon sok olyan anyag van, amire nekünk az ég egyat a világon etéren semmi szükség nincs. Vannak benne olyan fehérjék, amire nincs szükségünk, zsírok, laktóz, különböző ásványi anyagok, vitaminok, immunglobulinok, és van benne növekedési hormon, hát nem hiszem, hogy nekünk mondjuk például egy szarvasmarha növekedési hormonra lenne szükségünk, viszont maga a transferfaktor az ennek a cégnek a csodája, hiszen ez mint szabadalom lassan 26 éve világszinten lett levédve. És hát ezért nem a kolosztrum, hanem a transferfaktor. Aki a világ számára elérhetővé tette egy fantasztikus ember, David Lisombi, aki tulajdonképpen a két kutatóval megállapodva el tudta érni, hogy a For Life első terméke legyen a transferfaktor klasszik, és hát innen indult el egy fantasztikus út, és a különböző fejlesztések. Ugye először ez volt, utána később jött az, amikor már a transferfaktor trifaktorban már a tojássárgájából kivont transferfaktort is megtalálhatjuk, majd meg fogjuk látni, hogy mi a különbség a kettő között, és egyáltalán mik is a transferfaktorok. A transferfaktorok azok nagyon-nagyon aprócska peptid molekulák, amik hívivőként a fehér vérsejtekben termelődnek, és egyik forrásból a másikba tudják az immuninformációt átvinni, ez tényleg fantasztikus, és hát, hogy ha látni akarjuk, akkor tulajdonképpen mi nem. Tehát ez nem vitamin, nem ásványi anyag, nem egy gyógynövény, nem hormon, nem antioxidáns és nem orvosság, hanem ez egy immunmolekula, és hát ez tudja nekünk segíteni az információ átvitelét a különböző sejtekből. Mit tud csinálni ez a transferfaktor? Hát először is a transferfaktorok megtanítják az immunsejteket, azon kívül értesítést adnak az immunsejteknek a fenyegetésekről, módosítják az immunsejtek működését, ugye már az előbb is említettem, hogy mindig a megfelelő immunsejt fog hadrendbe állni, stimulálják az immunsejtek működését a válaszreakcióra, és még irányítják is őket addig, amíg működnek. Ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy azért 90 napnál tovább nem igazán szoktak ezek működni, minek következtében ezt pótolni kell, és hát ugye, ha tartósan akarunk jó állapotban lenni, akkor ezért bizony tennünk kell. Ugye a legegyszerűbb a tehénkolosztrumból és a tojássárgájából kivonni a transferfaktort, és majd mindjárt meglátjuk, hogy különbség van a kettő között,
a kétféle transferfaktor között, mert a tehén kolostrumból kivont transferfaktor az egy sokkal szélesebb hatású, azt szoktuk mondani, hy horizontális, míg a tyúktojásban találtuk, tyúktojás sárgájában található, az egy koncentráltabb, összetettebb hatású és mélységében, azaz vertikálisan hat, ugye a tehén az többször is tudja megkínálni a kis borját, viszont a tyúknak, ez még Jeff Algirben ezt mondta így, hogy egy dobása van, és az bizony bele kell tenni a tojásba, és az ott is van, és mi ezt fogjuk megkapni. A cég zászlós hajós termékei, a Transferfaktor Klasszik, ő volt az első, ő van a fehér címkével, a másik oldalon világos kék címkével láthatjuk a Transferfaktor Trifaktort, erről majd azért egy pár szót fogok ejteni, és hát a csoda az pedig a Transferfaktor Plusz. És ha most megnézzük, hogy mit tudnak ezek tenni, hát ez volt sokunknak az egyik döbbenetes és egyben kedvenc diája, mert hogy a transferfaktor, trifaktor 283%-kal, míg a transferfaktor plusz 437%-kal tudja megemelni az immunrendszer működését, mégpedig 2,5 órán belül, én úgy gondolom, hogy ez egy elég egyedülálló dolog, és azt láthatjuk, hogy külső laborvizsgálat szerint ott az alján látható egy 48 órás laborteszt, minek azt mutatja, hogy a daganat sejtek bontása 97%-kal gyorsabban történik. Én azt gondolom, hogy ez is valahol a csoda kategória, viszont erre nekünk nagyon nagy szükségünk van. És hát tulajdonképpen, ha az immunrendszert szeretnénk támogatni, akkor tudunk összeállítani immunrendszer támogató csomagokat, kinek melyik az, ami éppen szükségelteti. Ugye a transferfaktor pluszt az láttuk, hogy milyen fantasztikus immuntámogató, ezen kívül a daganat sejtek bontásában segít. A Riovida az ugye nagyon sokat tud tenni, akár a vérképzésbe, a jobb közérzetbe. A transferfaktor trifaktor az allergiás esetekben, illetve olyan esetekben, amikor ki kell egyensúlyozni az immunrendszert, és hát természetesen itt még szóba jöhetnek a különböző bélflóra helyreállítások, úgyhogy az immunrendszer csomagot azt lehet variálni, általában azt szoktuk ajánlani, hogy a transferfaktor plusz és a Riovida az mindenképpen kerüljen bele, aztán még lehet hozzátenni más is, de ez a kettő, ez egy nagyon fontos dolog, hogyha lépünk, akkor elmondom, hogy melyikben vagy láthatjuk is, hogy mi található benne. Ugye a transferfaktor pluszban gyógygombák találhatók, különböző gyógynövények, ásványi anyagok, és hát, hogy mi mindenre használható, illetve ez a best for, ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok összes államában a házi orvosok felírhatják a klienseknek, ezen diagnózisokra van az ajánlat, és bizony láttuk, hogy igen, nagyon jól tud hatni, akár a fertőzéseknél, akár a daganatos betegségeknél, lázas állapotoknál, tüdőgyulladásnál, de még a végállapotokban is, vagy akár a parazita fertőzéseknél, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó, hogyha még egy kicsit lépkedünk, akkor elmondom, hogy miért olyan nagyon jó. Itt láthatjuk az összetételét, ezt most nem fogom felsorolni. És hogy a benne lévő gyógygombák miért olyan nagyon jók? Ugye krónikus betegségek esetén használják például Japánban a gyógygombákat, vagy a vércukorszint problémáknál, de csökkentik a gyógygombák a rossz indulatú elváltozások kialakulását, sőt a már meglévő elváltozások esetén is nagyon jól alkalmazhatóak. Ezen kívül gyulladásos állapotoknál, fertőzéseknél, szív- és máj problémáknál, a hormon egyensúly zavarainál, valamint az öregedést is lassítják. Hát ugye ezen gyógygombák megtalálhatók a transferfaktor pluszban, és akkor ha lépünk, akkor elmondanám, hogy található benne egy olyan vegyület, ami az IP6 inozitol hexafoszfát, ez a sejt egészséget segíti, ezen kívül daganat megelőző, javítja a szívérendszert, antioxidáns, és ráadásul kadmiumot tartalmaz, ami az ormot megköti. És ez is benne van a transferfaktor pluszba, és akkor még egyet lépünk, és azt látjuk, hogy benne található a citromhéj, a lemon peel, ami nagyon fontos a csontok egészségéhez, a kálcium és a C-vitamin szempontjából, az oxidatív stressz
feloldásában, mert a citrus bioflavonoidok ebben nagyot segítenek. Ezen kívül csökkentik a daganatok kialakulását, sőt, a már meglévő daganatok esetében is nagyon jótékony a benne lévő szalvesztrol Q40 és a limonén rákos sejteket is pusztítja. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, ebből adódik elő az, ami ott a kétnapos laboratóriumi vizsgálatnak az eredménye. Ezen kívül a kálium tartalma az a szív problémák esetén nagyon fontos, és a magas vérnyomás esetén is. És akkor nézzük meg, hogy mit tud a transferfaktor, trifaktor, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, nagyon komoly diagnózisoknál ajánlják, akár az asztmánál, az autizmusnál, a cukorbetegségnél, az ekcémáknál, egyéb bőrbetegségnél, de még a Parkinsonnál, a Down-szindrómánál, vagy a mentális zavaroknál, illetve a szklerózis multiplexnél, és nagyon fontosnak találom, hogy várandós kismamákat nagyon jól tudunk vele segíteni, hiszen az egy más állapotnak számít, és nagyon jó, hogyha egyensúlyba tudjuk őket tudni, mert mindjárt meglátjuk, ez most az összetétele, ugye ebben mindegyik transferfaktor megtalálható, viszont amit tud, az kiegyenlíti az immunrendszert, mégpedig ahol túlműködik, azt visszafogja, ami meg alul működik, azt pedig előre viszi, tehát egy immunrendszer kiegyensúlyozóként foghatjuk fel a transferfaktor, trifaktort. Ha egyet visszalépünk, akkor azért elmondanám, hogy tényleg minden benne található, tehát bele található eleve 300 mg transferfaktor, ami azért egy nagyon jó mennyiség. Ebben benne van a tehén kolosztrum eredetű ultrafaktor és nanofaktor, valamint a tojás sárgája eredetű omofaktor, tehát az összes olyan transferfaktor készítmény, ami pillanatnyilag a rendelkezésünkre áll, ebben megtalálhatók. És hát látjuk, hogy ebből tudható, hogy micsoda kiegyenlítő hatása van. És még ide tartozik az immunrendszer javításához, bár nem én fogok róla beszélni, a transferfaktor Riovida, ami tulajdonképpen nagyon sok mindenre jó, ugye a komoly vörösbogyós gyümölcsöt találhatok benne, de láthatjuk itt is a daganatprevenciót, a vese problémáknál nagyon jól használható, a különböző petepészek problémáknál, de étvágytalanságnál, vagy egyáltalán egy jobb módban működéshez, és most én ezt nem fogom elmondani, mert ez most nem az én asztalom. Ugye itt van, amiről már eddig is beszéltem, hogy milyen fontos az immunrendszer szempontjából a bélflóra helyreállítása, és hát ez egy nagyon kellemes termék, ez a bifidobaktériumokat, laktobacillusokat és oligoszaharidokat tartalmazó étrend kiegészítő. Ebben a tasakban nagyon sok ilyen kis aprócska, ha lépünk, akkor még egy kicsit részletesebben is le van írva. Ilyen kis golyócskák vannak, amiben ezek a 1000 millió telepképzeltséget tartalmaz, és mégpedig 5 különböző élő tenyészet törzséből, és ez a mikrokapszulák, ezek a kis apró golyócskák, ennek az a lényege, hogy nem kell hűtőben tartani, és lehetővé teszi, hogy ezek eljussanak a vastagbélbe, mégpedig azért, mert hogy így a gyomorsav nem tudja feloldani, viszont úgy kell bevenni, hogy vagy elszopogatjuk és lenyeljük, vagy pedig vízzel együtt bevesszük, nagyon kellemes citromízű, és hát ajánlatos az első hónapban minden nap, a második hónapban két naponta szedni, és durván ilyen 6-7-es kúrák ajánlatok. Ajánlottak. A szuper detox az a máj működését segíti, és ez is egy nagyon fontos része az immunrendszerünknek. Olyan növényi kivonatok találhatók benne, mint a mária tövis, a pittypank levél, az articsóka levél, és ezek mind a máj működését segítik, tehát tulajdonképpen nem csak a mária tövis, ami segíti a máj működést, hanem itt egy csomó minden egyéb is tudja segíteni. Alapadagban kétszer egy kapszulát ajánlunk, ezt hónapokig is lehet szedni. És akkor most nézzünk egy másik ilyen csomagot, ami nagyon-nagyon gyakran kerül elő.
Sok mindenki kap inzulinrezisztencia diagnózist. Az inzulinrezisztencia egyébként nem egy diagnózis igazán, ez egy összevont történet, ezzel nagyon jól riogatják a hölgyeket. Három dolog tartozik bele az inzulinrezisztenciába. Az egyik, amikor valakinek van egy női önértékelési problémája, és akkor ebből elindul a petefészek, és kezd kis cisztákat termelni, hogy erősebben nőies legyen valaki, de ezt nem így ítéli meg az akadémikus orvostárs, és akkor azt mondják, úristen, policisztás ováriuma van. Aztán a másik, hogy mivel nem sikerül a baba, és ez is hozzátartozik az önértékeléshez, és csak hagyjuk az időt, ezért aztán felborítjuk a pajzsmirigy működését, és ugye hát ebből lesznek a pajzsmirigy problémák, és akkor amit még ide hozzá szoktak tenni, hogy és a vércukor sem stabil, azért, mert akkor, amikor ilyen zűrbe van valaki, akkor az történik, hogy az agykéreg irányítja a hasnyálmirigy beta-Langerhans sziget sejtjeinek az inzulin termelését, mégpedig arra kéri őket, hogy fogják vissza magukat, hogy magasabb legyen a vércukor, mert a vérben lévő cukorszint az jó arra, hogy üss és fuss, és hát ezekben a helyzetekben bizonyára van szükség, csak hát egy központi laboratóriumban eldöntik, hogy mi az a normál vércukorszint, úgyhogy ezek után az inzulin rezisztencia ezen három részből adódik, és akkor nézzük először a pajzsmirigyre vonatkozó csodánkat, a metabolájtot. A pajzsmirigy egy nagyon fontos irányító szervünk, hogyha lapozunk egyet, akkor ezt is fogjuk látni. Hát ez tulajdonképpen csak azt mutatja, hogy hol helyezkedik el, és hogyha hidegőbb van a pajzsmirigyben, abból semmi baj nincs, a melegőbb az pedig éppen a működés segítéséről szól. A hidegőbb az csak akkor jelent problémát, hogyha nyelési, vagy hát esztétikai gondot jelent. És hogyha megyünk tovább, akkor nézzük meg, hogy ugye a pajzsmirigy, mint irányító, különböző hormonokat termel, az anyagcserének nagyon fontos része a T3 és a T4 hormon, és akkor nézzük meg, hogy mi található a metabolájtba, ami segíti a pajzsmirigy működését. Tehát először is szelén, ami tulajdonképpen a sejtek védelmét segíti, a jód, ami a normál működéshez kell, és a jód akkor is kell a normál működéshez, ha alul működik, és akkor is, ha túlműködik, úgyhogy ez tulajdonképpen egy ilyen működés segítője a pajzsmirigynek. Aztán szőlő, gránátalma, grapefruit, gyümölcs kivonatok, ezek mind antioxidánsok segítik ennek a pajzsmirigy szövetnek a működését. Az áfonya, vagy arónia, vagy fekete berkenye, ezek szintén mint antioxidánsként segítik a működést. Olajfa levél kivonat, ami egy immunjavító, a szőlőma kivonat, ami a mikrokeringést javítja. Aztán az szelenometionin, ami ugye a szerves szelén, erre is nagy szüksége van a pajzsmirigynek a normál működésre, és akkor található benne még kvercetin, ami egy erős antioxidáns, ami a vérlemezkék rögösödését gátolja, és emellett még természetes antihisztamin is. És ami ennek a csodája, amitől más, mint bármi, amit így ajánlanak a pajzsmirigy működés segítésére, az a kétféle transferfaktor, mert láttuk, hogy milyen fantasztikus módon tudja segíteni mindazon dolgoknak a működését, amihez hozzátesszük. Ha lépünk egyet, akkor ugye most eljutottunk az inzulin rezisztencia másik lépcsőjéhez, a vércukor szinthez. Ehhez is van egy nagyon jó kis segítőnk, a glukócs, ami tulajdonképpen mindazon dolgokat tartalmazza, amik a normál vércukor szint beállításához szükségeltetnek, és hát természetesen ehhez kell a mikrokeringés javítása, az immunrendszer javítása. Ugye ebben ilyenek találhatók, mint a króm, a C-vitamin, a ginzeng, a fahéj, a fügekaktusz, ezek fantasztikus módon segítik a hasnyálmirigynek a működését, aztán a sejemmirtusz, és hát ezáltal ugye a normál vércukorszintet
össze tudja rendezni, ezen kívül támogatja a szervezetben az energiatermelés és az anyagcsere folyamatait, és hát fáradtság, kimerültség leküzdésében is nagyon jól segít. Ezen kívül immuntámogató, és segít az egészséges testsúly fenntartásában is, ez nagyon fontos, és hát ugye természetesen mitől több ez, mint ugye az összes többi ilyen összetétel, hát attól, hogy a transferfaktor, trifaktor is benne található, ez ott a tetején, kiemelve pirossal, és hát ennek az adagját, ezt úgy szoktuk adagolni általában, hogy 3x1, de lehet, hogy 3x2. Én nekem van olyan kliensem, akinek egy tablettától is tökéletesen jó a vércukra. Ugye milyen esetekben használhatjuk, hát nem csak a cukorbetegségnek nevezett diagnózisnál, vagy inzulinrezisztenciás állapotokban, hanem a csökkent glukóz intoleranciánál, krónikus fáradtság szindrómában, csontok támogatásához, az anyagcsere fokozására, különböző vese problémáknál, és még a látáshoz is nagyon jól hozzá tud járulni. Az adagolást már elmondtam, és akkor itt vagyunk ugye a női dolgoknál, és hát ez a belvi, ez nekünk a női működésnek az egyensúlyát tudja segíteni. Ez egy antioxidáns keringés érrendszer javítására benne található szőlőmag kivonat, ezen kívül a csontvédelemre a vöröshere, az emésztés és a súlykontroll segítségére pedig a lemmag kivonatot találjuk benne. Én erről most nem szeretnék többet beszélni, de ami nagyon lényeges, hogy megint benne található a transferfaktor, trifaktor formula, és hát ebből kétszer vagy háromszor egy-két kapszulát szoktunk ajánlani. Azt gondolom, hogy elmondtunk egy pár csomagot, és hát sajnos a végére ezt kénytelen vagyok oda tenni, mert mielőtt óriási lelkesedésbe mennénk, és mindenkinek ajánljuk, hát bizony azoknak nem ajánlhatjuk, akinek valamilyen szervátültetése volt, mert akkor bizony ott az immunrendszer elnyomása történik, és hát ezt pedig semmiképpen nem tehetjük meg, mert akkor kilöködik a szerv, tehát ilyen egy veseátültetés, vagy hát szoktak ilyen máj részeket is beültetni, de ugyanakkor, hát szivártültetés az azért most már nem annyira divatos, de ha valakinek például implantátuma van, akár a cicijébe, a popsijába, vagy a fogába, akkor nincsen semmi baj, sőt a csípőprotézis és a térprotézis sincsen semmilyen probléma, hanem azoknál a szerv transzplantátumoknál, ahol az immunrendszer elnyomását azt hozzá kell tenni. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, majd abban fogok Lajostól segítséget kérni, hogy a csomagok összeállításához, ugye majd teszünk ajánlatot, hogy ha valaki a lojálti programban szeretne majd ingyen termékhez jutni, akkor hogyan tudja ezeket a csomagokat ügyesen beállítani. Köszönöm a figyelmet!